Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Pécsi Tudományegyetem Universitas televíziójának hírműsorát látják. Most következő adásunkban is az elmúlt hetek legfontosabb eseményeiről tekinthetnek meg tudósításokat és rövid összeállításokat. Íme egy rövid előzetes a tartalomból. Dr. Gabriel Robertnek szavaztak bizalmat a rektorválasztó szenátusi ülésen. Első alkalommal rendezték meg a Hámori Artúr belgyógyászati napot. 50 éve 1957. március 25-én írták alá a római szerződést. Az egyetemi lelkészség rendhagyó programmal várta az érdeklődőket. Sikeres vizsgát tettek az első pécsi egészségügymenedzserek. Összegyetemi állásbőrzén tájékozódtak a hallgatók a munkaerőpiac aktualitásairól. A Pécsi Tudományegyetem március 22-én rendezte meg rektorválasztó szenátusi ülését. A titkos szavazáson a jelenlegi rektor dr. Lénár László kihívójának, dr. Gabriel Robertnek, a természettudományi kar dékánjának szavaztak bizalmat. A közelmúltban televíziónk rektorjelölteket bemutató külön kiadásának köszönhetően megismerkedhettek a kedves nézők a két pályázó jelölt programjával. 2007. júliusának első napjával lejár dr. Lénár László egyetemünk rektorának megbízatása. Január 31-éig rajta kívül dr. Gabriel Robert is benyújtotta pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztériumba. A rektorjelölteket bemutató műsor másnapján került sor a választásra. A dr. Halasi Nagy József aulában dr. Vörös József általános rektorhelyettes köszöntötte a megjelenteket. Külön üdvözölte Szövényi Zsolt urat, az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőjét. Ezt követően dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet, jogi kari dékánasszony lehetőséget biztosított a jelöltek pályázat ismertetésére. A két egyetemi tanár kortes beszéde után a szavazás következett. A 38 tagú szenátus valamennyi tagja részt vett a titkos voksoláson. Ezután már az eredmény ismertetése következett. Az érvényes szavazatok megoszlása a következő volt. Dr. Gabriel Robertet 25-en támogatták, dr. Lénárd László 12 voksot kapott, egy szavazat pedig érvénytelennek bizonyult. Tehát a választási eljárásnak megfelelően zajló rektorválasztó szenátusi ülésen a bizalmat jelenlegi rektorunk kihívójának szavazta meg a többség. Dr. Gabriel Robert ezt követő beszédében kitért arra, hogy 6 pontos programját igyekszik következetesen megvalósítani. Hangsúlyozta, hogy ehhez szüksége lesz Lénárd professzor úr segítségére, hiszen megkezdett feladatokat kell véghez vinnie, és természetesen ehhez hatályos információkkal kell bírnia. A szavazást követő percekben dr. Gabriel Robert adott interjút televíziónknak. Még csak rektorjelöltnek tekinthetem magam, hiszen az érvényes eljárásrend értelmében a szenátus véleményt nyilvánít a rektori pályázatokról, és az oktatási miniszter felterjesztésére a köztársasági elnök fog kinevezni, hogyha jóvá hagyja a szenátus véleményét. Én azt gondolom, hogy ez egy megtisztelő, de egyúttal valószínűleg megterhelő is lesz a számomra, hiszen megtisztelő abban a szempontból, hogy egy aktuálisan hivatalban levő rektor ellenében ilyen arányban nyelni jelenti a kollégák nagymértékű bizalmát. Ez a nagymértékű bizalom ugyanakkor a másik oldalról azt is jelenti, hogy komoly teljesítményt várnak el tőlem. Elvárható ezek után tőlem, hogy a programom teljesítésében maximális erőmet bele fogom tenni, és én ezt megígérem. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon intenzív munkaperiódus fog következni az életemben. A következő 3 hónapot, amelyben még egyébként dékán vagyok, tehát a dékáni feladataimat is el kell látnom, azt a rektorságra való intenzív felkészüléssel feltöltöm magamat, olyan értelemben is, hogy információkkal, adatokkal rendelkezzem, hogy július 1-től teljes meltbedobással, teljes erővel tudjam az egyetem vezetését átvenni. Alapvetően együttműködő rektor szeretnék lenni, különösen azokon a területeken, ahol gondokat, problémákat látok, és itt nyilvánvalóan elsősorban az egészségügyi rendszer, az egészségügyi integráció lesz az a kínos, nehéz terület, ahol gyorsan kell eredményeket felmutatni, és nem elég gyorsan, de jó eredményeket kell felmutatni. Én másrésztről azt gondolom, hogy a mesterszakok akkreditálása lesz az a kihívás, amellyel szembe kell néznem, és ezt minden erőmmel segíteni szeretném, hiszen a Pécsi Egyetem jövője nagyrészt attól függ, hogy milyen mesterképzéseket, milyen minőségben tud akkreditálni. Azt már Gabriel tanár úr is érzi, hogy egy ilyen nagy intézmény vezetőjének lenni időigényes és felelősségteljes feladat. Emellett azonban másnak is szeretne időt szentelni a professzor úr. Semmiképpen nem szeretném elhanyagolni a családomat, hiszen az egyik gyermekem még iskoláskorú, 12 éves, tehát ő neki komolyan szüksége van az apjára. Harmadrészt, hát van egy kertem, amiben nagyon nagy örömmel lelem.
és azt gondolnám, hogy nagyon nehezen válnék meg attól a lehetőségtől, hogy ezt a kertet saját kezüleg gondozzam a továbbiakban is. Dr. Gabriel Robert 45 éves Mosonmagyaróváron született, nős két gyermek édesapja. Egyetemi tanulmányait a Szegedi József Attila Tudományegyetemen folytatta, ahol 1985-ben végzett. Tudományos pályafutását ugyanott kezdte meg, majd 1993-ban lent adjunktus egyetemünk jogelődjének állattani tanszékén. Egyetemi tanári kinevezését 2000-ben kapta meg. Egy évvel később a természettudományi kar dékánjává választották. Angol, orosz és francia nyelvtudással rendelkezik. A Belgyógyászati Klinika első alkalommal rendezte meg a Hámori Artúrról elnevezett belgyógyászati napot. A konferencia mellett emléktáblát is avattak a nagyszerű belgyógyász emlékére. Dr. Hámori Artúr a nagy varázsló. A professzor, aki hallgatók százaival ismertette meg a varázslatos tudományt. A tanár, kinek híres előadásait dübörgő taps zárta, s aki ilyenkor akár egy színész meghajolt. A pécsi professzor szellemi hagyatéka előtt tisztelegtek a belgyógyászati napon egykori tanítványok és utódok. Az ország szinte minden tájáról érkeztek szakemberek a konferenciára, melynek az a belgyógyászati klinika adott otthont, amelyet a találkozó névadója, Hámori professzor alapított. A második számú belgyógyászati klinika és nefrológiai centrum igazgatója, dr. Wittmann István szerint egy nemes hagyományt alapoznak meg a mostani konferenciával. Azt terveztük, hogy megemlékezünk Hámori Artúr professzor úr halálának és születésének évfordulójára, másrészt pedig egy olyan tudományos rendezvénynek a hagyományait fektetjük le, amelyik alkalmas arra, hogy ebben a régióban rendszeresen a belgyógyászat iránti érdeklődőket összehívja, találkozóra invitálja és megbeszéljük az aktuális tudományos gyakorlati gyógyítási problémákat. A személyes élmények felevenítése során dr. Süle Tamás is elmesélt egy emlékezetes történetet dr. Hámori Artúrról. Egy olyan beteget mutatott be, aki már régóta, hetek óta csuklástól szenvedett. Az egy borzasztó dolog. Beteg behozták, akkor Hámori odament, és a nervus phrenicusnak a megfelelő pontját megnyomta, és akkor a csuklás elállt, és azt mondta, íme, uraim, itt áll önök előtt Hámori a varázsló. És ezután 20 másodperccel a beteg ismét csuklani kezdett. A derültség óriási volt, de ezek az epizódok kellenek ahhoz, hogy egy előadás maradandó élmény legyen a hallgatók számára, és 20-40 év múlva is emlegessék. A belgyógyászati napon leleplezték dr. Hámori Artúr bronz emléktábláját is. Soltra Elemér festőművész készítette az alkotást, mely mától a 2. számú belgyógyászati klinika és nefrológiai centrum bejáratát díszíti. 1957. március 25-én 6 nyugat-európai állam egy nemzetközi szerződést írt alá Rómában, létrehozva ezzel az Európai Gazdasági Közösséget. Ennek a nagy eseménynek a jubileumát ünnepelték a közelmúltban. Együtt Európában múlt, jelen, jövő címmel nagyszabású konferenciát rendeztek a római szerződés aláírásának 50. évfordulója alkalmából. A rendezvényen azt a fél évszázada megkötött jelentős nemzetközi szerződést ünnepelték, amelynek célja a következő volt. Egy közös piac létesítése, a gazdasági élet harmonikus fejlesztése a tagállamok gazdaságpolitikájának fokozatos egymáshoz közelítésével, az életszínvonal gyors emelkedésének elérése és az államokat összekötő kapcsolatok szorosabbra fűzése. A Palatinus Hotelben dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet, a jogi kar dékánja beszélt a római szerződésről és az ünnep jelentőségéről. A docensasszony hiteles információkkal bír e témában, hiszen ő a kar nemzetközi és európai jogi tanszékének vezetője. Március 25-én volt 50 éve annak, hogy 6 európai állam úgy döntött, hogy a gazdaság egészét érintő keretszerződést hoz létre, egy integrációt a március 25-én aláírt szerződésnek voltak előzményei, de igazából sokkal-sokkal markánsabb mindaz, ami ezt az időszakot követte. Több egymásra épülő szinten éreződött ennek a szerződésnek a hatása a gazdaság, az érintett államok gazdaságai tekintetében, a társadalmai tekintetében, és ezt lekövető módszerrel a jogrendszerek, a nemzeti tagállami jogrendszerek tekintetében. Egy olyan egymásra hangolódás zajlott le, elsősorban a nemzeti gazdaságok működőképessé tétele érdekében, amely nélkül nagy valószínűséggel a II. Világháború utáni Európa az akkor ebben a
az eljárás vagy ebben a folyamatban részt venni kívánó államok nem igen tudtak volna önállóan megállni. Ezt a szükségszerűséget ismerte fel az elején 6 nyugat-európai állam, és ennek a következménye egy nagyon sajátos jogfejlődés lett. Ennek a jogfejlődésnek az eredménye egy olyan autonóm jogrendszernek a kialakulása volt az elmúlt 5 évtizedben, amely a nemzetközi jogban gyökerezik ugyan, tehát az államok egymás közötti kapcsolattartását rendező jogban gyökerezik ugyan, nemzetközi szervezet formáját ölti, de voltak éppen a nemzeti jogrendszerekbe hatol be, úgymond annak szerves részét képezi, mégis önmozgása is van, saját jogalkotási eljárásai, saját jogorvoslati eljárásai, és az elmúlt 5 évtized arra adott alkalmat, hogy többé-kevésbé tudatosan és többé-kevésbé nem tudatosan, spontán módon egy idézőjelbe tett alkotmányos kerete alakuljon ki mindannak, amit eredetileg gazdasági integrációnak szántak. Nagyon izgalmas 5 évtizedről van szó, legalábbis jogász szemmel nézve, hozzátéve persze, hogy itt nem jogászi huncutságokról van szó, hanem itt a jog egy követő szisztéma, egy követő rendszer. Nagyon izgalmas és nagyon érdekes az a jelenség, ahogyan a gazdasági szükségszerűségeket, a társadalmi egymásra utaltságot a jog megpróbálta követni. Mai nap tulajdonképpen azt a célt tűztük magunk elé, hogy annak a sajátos autonóm jogfejlődésnek, amely az elmúlt 5 évtizedben megtörtént itt Európában, ennek a társadalmi, gazdasági és politikai előzményeit, a kísérő jelenségeit és a lehetséges jövőbeni hatásait mutassuk meg. Tehát nem jogászkodni kívánunk, hanem azokat a jelenségeket kívánjuk bemutatni a mai nap rangos szakemberek, gyakorló szakemberek részvételével, amelyet utána a jog leképez és amelyet a jog megpróbál követni. A rendezvényen ökológus, biztonságpolitikai kutató, alkotmánybíró és több egyetem professzora is előadást tartott. Az Egyetemi Lelkészség meglepően új és érdekes előadást szervezett. Bűvés Show szórakoztatta az érdeklődőket a dr. Romhányi György aulában. Illúzió, trükkök és az isteni szeretet hirdetésének izgalmas és elgondolkodtató egyvelegét láthatta a közönség a színpadon Jerry Burgess egy órás előadása alatt. Burgess ugyanis nem csak egy amerikai egyház hitszolgálatában álló lelkész, hanem profi bűvész is. Nagyszerű humorának, életvidám személyiségének és előadói tehetségének köszönhetően a dr. Romhányi György aulában gyorsan emelkedett hangulatot teremtett. A Jó Hír Bűvész Szolgálat tagja és a Fellowship of Christian Magicians keresztény bűvészek egyesületének elnöke gyermekkorától kezdve úgy érezte, számára ezt az utat jelölte ki a mindenható. Amikor diák voltam, egy bűvész eljött az iskolánkba, és bemutatott egy műsort, ami nagyon megtetszett nekem. Olyannyira, hogy mikor felnőttem, elkezdtem én is ezzel foglalkozni. Előbb voltam hívő, mint bűvész. Kiskoromban lettem keresztény, és sohasem gondoltam volna, hogy ezt a kettőt lehet ötvözni. De amikor eljött az iskolába az a bűvész, akkor jöttem rá, hogy nekem is ez a feladatom. A bűvész trükköket illusztrációként használom, hogy képileg megjelenítsem Isten és az ember kapcsolatát. Például azzal szemléltetem, hogy Isten és ember között megszakadt a kapcsolat, hogy egy kötelet elszakítok, majd pedig, ahogy Isten helyreállítja a kapcsolatot, a kötelet újra összekötöm. Burgess előadásait több ezren láthatták már szerte a világban, szerepelt már 39 ország televíziós csatornáin is. Magyarországi vendéglátója François Boudreau, a pécsi baptista gyülekezet missziói lelkipásztora, fontosnak érezte a bűvés show megszervezését, hiszen úgy véli, az előadás után sokakban fontos gondolatok ébredhetnek a látottak hatására. A bűvészkedés az érdekes, és persze, mikor tartunk egy ilyen este, mint most, tudjunk, hogy sokan jönnek kíváncsiságból. Azért tényleg a bűvészkedés az egy népszerű dolog, és persze a bűvészünk jó lesz. De szerintem lesz ember, ki lesz vallásos, de sokan nem. És elvileg sokan után fognak is jobban gondolkodni ez az üzenetről, és igazán ez a mi célunk, hogy akartunk is beszélni az evangéliumról, az a művészet keresztül. Szerintem mi akartunk szervezni egy ilyen előadást, amit tudna vonzni a diákok. Szerintem ez egy ilyen program, amit vonzó, és persze ez a célunk, hogy minél többen tudna jönni és hallani az evangélium, és gondolkodni a Bibliáról.
A közgazdasági és az orvosi kar között példaértékű együttműködés jött létre az angol-magyar nyelvű egészségügymenedzsment kurzussal. A képzés tavaly ősszel kezdődött végzett orvosok és diplomás egészségügyi dolgozók számára. A Rákóczi úti aulában rendezték meg az első akkreditált egészségügymenedzsment kurzus résztvevőinek oklevél átadó ünnepségét. Dr. Rappai Gábor, a képzésben érintett kar dékánja beszámolt arról, a kurzus mely kihívásoknak felel meg. Ez az új képzésünk, amely ugye egészségügyi menedzsment képzés, tulajdonképpen három kihívásnak próbál megfelelni. Azt gondolom, hogy a mai világban már egy bizonyos szakos diploma nem biztos, hogy elég. Ez a képzés ugye az egészségügyi területről érkezőknek valamifajta gazdasági plusz ismeretet próbál nyújtani, ha úgy tetszik, egy egészen más képzési területről, tudományterületről próbál új információkat szolgáltatni. A második kihívás, ami a magyar felsőoktatás előtt áll, hogy noha a kormányzatnak, a felsőoktatásnak meghirdetett célja az úgynevezett lifelong learning, tehát az élethosszig tartó tanulás, de mégsem ad igazándiból lehetőséget diplomásoknak, egzisztenciával rendelkezőknek ebben a lifelong learningben való részvételre, hiszen az iskolarendszerű képzések hosszúak, évekig tartanak, esetleg a költségük is viszonylag magas. Mi most egy olyan képzéssel jelentkeztünk a piacon, amely rövid ciklusú volt, megítélésem szerint egy körülbelül középáras képzésnek tűnt, ebből adódóan lehetősége nyílott olyan felelős beosztásban levő kollégáknak is részt venni ezen a képzésen, akik esetleg 2-3 éves tanfolyamokon vagy diplomát nyújtó képzéseken nem tudnak részt venni. És a harmadik kihívás, aminek megpróbáltunk megfelelni, Magyarország az Európai Unió tagja, Magyarországra egyre több külföldi érkezik, Magyarországról egyre többen mennek külföldre munkát vállalni, így csak magyar nyelven képzéseket nyújtani megítélésünk szerint már nem kifizetődő, már nem feltétlenül van ez iránt meglehetősen nagy kereslet. Ezért ez egy kétnyelvű képzés volt, angolul és magyarul folytak az órák, angolul és magyarul kellett beadandókat készíteni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek a nemzetközi esedésnek is megpróbáltunk ezáltal megfelelni. Érdekes egy végzett hallgató szemével is látni a képzés nyújtotta lehetőségeket. Ezen a kurzuson csak orvosok voltak, és az volt a cél, hogy ami szakmai képzésünkből kimaradt, gazdasági ismeretek, gazdasági ténykedésekkel kapcsolatos, a közgazdasághoz tartozó tudomány ismeretéből csak egy morzsát legalább összedhessünk a további munkánknak a segítésére. Elindult az egészségügyi reform, amit tudjuk, hogy ma már elkerülhetetlen. Ennek a munkának a hatékonysága már nem csak szakmai, hanem gazdasági is kell, hogy legyen. És ehhez nyújtott nagyon nagy segítséget a PTA közgazdasági karának az a lehetősége, hogy mi ezen a kurzuson részt vehessünk. 10 hallgató végzett most ebben a kurzusban, és az egész egészségügyi rendszert felöleli, az alapellátástól a járóbeteg szakellátási, kórházi, doktori, klinikai orvosig valamennyien szerepeltek ezen a kurzuson, tehát nagyon nagy az érdeklődés. Nekem személy szerint nagyon nagy segítségemre volt ez a kurzus, mert a kurzus ideje alatt nyújtottam be éppen egy szakmai pályázatot, aminek a gazdasági részét, az üzleti tervét semmit nem is tudtam volna megcsinálni, ha ezen a kurzuson nem veszek részt. A tervek szerint a jövőben is indul hasonló tartalmú képzés a karok összefogásával. Ha már mostanában divatos szóval munkaerőpiacról beszélünk, keresve sem találhatnánk ennek hamisítatlanabb megnyilvánulását, mint a napjainkban gombamód szaporodó állásbőrzéket. Egy ilyen rendezvényen televíziónk is jelen volt. A hagyományoknak megfelelően az orvosi kar aulájában várták a munkaerőtoborzó cégek az érdeklődő egyetemi polgárokat, hiszen megrendezésre került az összegyetemi állásbőrze. Ezzel a rendezvényel a szervezők találkozási és kapcsolatfelvételi lehetőséget teremtettek a hamarosan diplomát szerző hallgatók és az őket alkalmazni kívánó cégek számára. 45 országos és régiós cég standos bemutatkozása történt meg azzal a szándékkal, hogy így ezek a fiatal szakembereket kereső vállalatok minél egyszerűbben kutathassák fel, illetve minél több jelentkező közül választhassák ki leendő munkatársaikat. De, ami talán a legfontosabb, a diákoknak is nagy lehetőségeket nyújtott a rendezvény, hiszen multinacionális, komoly referenciákkal bíró, munkaerőhiányban szenvedő cégeket ismerhettek meg a nap folyamán, és természetesen ismertethették meg magukat képviselőikkel. 5 évesként azt gondolom, hogy mindenkinek el kell gondolkodnia azon, hogy hogyan tervezi a jövőjét, és hát egy ilyen alkalom azért eléggé fontos ahhoz, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget a tájékozódásra legalább.
Tehát bár tanár leszek ugyan, de azért más területeken is fontosnak tartom, hogy tájékozott legyek, és az összes ilyen cégnél érdeklődjek, hogy milyen lehetőségeket tartogatnak nekünk. Különböző tájékoztatókat tartanak, minden cég igyekszik ugye megjeleníteni magát, de hát ezekben az ilyen boxokban is lehet érdeklődni náluk, hogy milyen lehetőségek vannak. Nagyon jó dolognak tartom ezt az állásbőrzét, mivel elég nehéz manapság állást találni, így egy helyen sok cég képviselteti magát az ajánlataival. Előzetesen megnéztem, milyen cégek lesznek itt. Nagyjából összeírtam, hogy melyik cégek felelnek meg ugye az elképzeléseimnek, meg a végzettségemnek. Hát arra gondoltam, önéletrajzokkal felszerelkezve jöttem, úgyhogy remélhetőleg már több helyen ezt be is tudom adni. A diákokat önéletrajzírási tanácsadások, próbainterjúk és pályaorientációs grafológiai elemzések is segítették a munkavállalás e nagy jelentőségű döntés meghozatalában. Kérem, tekintsék meg hírösszefoglalónkat, amelyet az elmúlt hetek legfontosabb eseményeiből állítottunk össze. Dr. Lénár László rektor úr, a Regensburgi Egyetem vezetőjét, Alf Zimmer professzor urat fogadta a dolgozó szobájában abból a célból, hogy tárgyaljanak a két egyetem között fennálló tandemprogramról és a további együttműködési lehetőségekről. És hogy mi is az a tandem? A projektben bármilyen szakos, magyar és német diákokból álló párok vesznek részt, akik országismereti témájú kutatást végeznek célnyelvi környezetben. A külföldi diák ezáltal bepillantást nyer egy másik társadalom működésébe, partnere pedig új szempontból tekinthet saját kultúrájára. Tavasszal a német diákok látogatnak Pécsre, az őszi szemeszterben pedig a magyar hallgatók utaznak Regensburgba. Az intézményvezetők reményei szerint a tandem program sikeres hosszú távú együttműködést fog kialakítani a két egyetem, illetve a két ország között, elősegíti a kölcsönös megértést és kooperációt, és jelentős lépés afelé, hogy további kapcsolatok épüljenek ki a két ország, a két kultúra között. A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Székháza ismét egy konferencia résztvevői előtt tárta ki kapuit. Az EKF projekt hatása a regionális fejlesztésre, különös tekintettel a balkáni régióra elnevezésű konzultáción dr. Szolcsányi János akadémikus úr, Tasnádi Péter polgármester úr és dr. Tóth József rektor emeritus beszélt Pécs múltbéli sorsdöntőjéveiről, melyhez társul majd 2010 is, hiszen a kulturális főváros projekt hatalmas megtiszteltetés, feladat és kihívás a városnak. De nem csak Pécsen, nem csak a régióban, hanem határainkon túl is érezhető lesz az EKF program hatása. És ez az a pont, amivel a 2010-es projekt bekapcsolódott az Akadémia Balkán Munkabizottságának, intézményünk Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központjának és az Egyetem Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének munkájába. Segítséget is kapott Pécs a szellemi erő és kapacitás összefogásához, hiszen Rotterdamból, a 2001-es kulturális fővárosból is érkezett egy előadó, aki beszámolt a tapasztalatokról. Utak és alternatívák címmel egyetemünk modernkori Oroszország és Szovjetunió történeti kutatócsoportja, valamint a Történészi Egyesület konferenciát szervezett az 1917-es oroszországi eseményekkel kapcsolatban. Az országos tanácskozást az orosz forradalmak 90. évfordulója alkalmából hívták össze. Az előadók széles sávban érintették a 17-es eseményeket, beszédeik után lehetőséget adva a szakmai vitára. Dr. Bebesi György, a kutatócsoport vezetője, megnyitó beszédében elmondta, számos sikeres pályázatuk és ez a komoly érdeklődés mellett zajló konferencia is azt mutatja, hogy a Történészi Egyesület segítségével elérhetőnek tűnik egy dél-dunántúli russzisztikai központ kialakítása. Tanárok, meghívott előadók, végzős hallgatók és doktoranduszok egyaránt megszólaltak a konferencián, hozzájárulva a russzisztikai kutatások széles körű megismertetéséhez. Az Állam és Jogtudományi Karon román-magyar-német nyelvű közös szemináriumra került sor. A kari tanácsteremben dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet köszöntötte a 10 temesvári, az 5 szegedi és az 5 magyar hallgatót, illetve az 5 német docenst. A szemináriumon alkotmányjogi megközelítésben vizsgálták a három ország jogrendszerét, és ehhez az összehasonlító módszert választották. A szeminárium szervezésében jelentős szerepe volt Philipp Schneidernek, aki a Robert Bosch alapítvány lektora. Ez az alapítvány Németország egyik legnagyobb vállalati magánalapítványa. Többek között Németország és keleti szomszédai közötti kölcsönös megértést támogatja. Ennek a támogatásnak jelentős eszköze egy 1993 óta fennálló program, amely lektorokat küld Közép-Kelet-Európa felsőoktatási intézményeibe. Ennek a projektnek az eredménye a jogi karon most megvalósult alkotmányjogi szeminárium.
Egyetemünk felnőttképzési és emberi erőforrás fejlesztési karán az elmúlt évben felavatták a Védelmi Kutatások Központját. A központ a védelmi és biztonsági ipar kutatásainak elméleti támogatását, a kutatás és fejlesztés eredményeinek polgári célú hasznosítását segíti elő az oktatás, a képzés és a kutatás területén. Most is tájékoztató, ismertető jelleggel került megrendezésre egy kis kiállítás, amely a Magyar Katonák Afganisztánban címet kapta. Mint azt a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának parancsnoka, Tömböl László mérnökaltábornagy elmondta, ez a kevcsináló tárlat a honvédség tevékenységének tárgyi elemeit mutatta be. A kiállítás megvilágította a civil-katonai műveleteket és a lélektani kapcsolatokat, vagyis a honvédség feladatrendszerét. Kedves nézőink, Önök az Univerzitas Televízió műsorát látták. Híradónk és a Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő sorozatunk adásait megtekinthetik a www.univtv.pte.hu honlapunkon is. Két hét múlva ismét várom Önöket a képernyő elé intézményünk legfrissebb híreivel. Viszontlátásra!